Rajzolásnak és a festésnek szerintünk mindig két eredménye van. Az egyik az maga a rajz, a festmény, a produktum, amit létrehozunk, a másik pedig maga az a folyamat, az érzés, amit rajzolás és festés közben átélünk. Ugye kinek melyik a fontosabb? Van, akinek az a fontos, hogy létrehozzon valamit, valamit alkosson, akár azért, mert a saját szobáját szeretné díszíteni, azért akár, mert el akarja ajándékozni a képeit, kiállításra szeretné vinni a képeit, akár eladni szeretné a képeit. És aztán a másik, hogy maga a folyamat, az érzés, amit alkotás közben átélünk, akik már csináljátok, ki tudjátok, hogy miről beszélünk, de akik még nem próbálták, hogy ez egy olyan érzés, amikor teljesen bele tudsz feledkezni valamibe olyan szinten, hogy megszűnik a külvilág körülötted. Nem hallod a hangokat, nem érzékeled azt, hogy mennyi idő telt el. Tehát ez egy olyan idegen szóval flow tudatállapot is, amikor annyira belefeledkezel valamibe, hogy meg tudsz feledkezni saját magadról és a saját problémáidról. Ezért is szokták azt mondani, hogy a rajzolás és a festés, vagy maga az alkotásnak a folyamata, ez egy óriási kikapcsolódási forma, én aktív meditációnak hívom egyébként, azért aktív meditációnak, mert a tudatállapot az egy meditatív tudatállapot, ugyanakkor mégsem az van, hogy om és nem csinálok semmit, hanem ugye aktívan figyelek, a kezem rajzol, a kezem fest, és tehát valamit csinálok, miközben elérem ezt a flow tudatállapotot. És éppen ezért, mert a rajzolásnak megvan ez a velejárója, hogy bele tudunk kerülni ebbe a flow tudatállapotba vele. Mi hisszük azt, hogy a rajzolás az feltölt és örömet ad, és hisszük azt, hogy boldogabbá teszi az életet. És pontosan ezért is csináljuk mi ezt az egész Waldorf-rajz és festőiskolát, mert szeretnénk kikapcsolódási formát, stresszcsökkentő módszert, elfoglaltságot, új hobbit adni a tanítványainknak, és egy olyan hobbit, ami feltölt, örömet ad, sikerélményhez juttat, és ugye növeli az önbizalmadat. Hiszen hogyha úgy állsz neki most rajzolni, hogy még a pálcikember szintjén vagy, és pár nap múlva pedig már képes egy olyan dolgot csinálni, amiről nem is gondoltad, te magad se gondoltad volna, hogy sikerül, vagy évek múlva tanulások sorozata által önálló kiállításod lesz, és pár évvel ezelőtt még ezt nem is gondoltad, hogy akkor ez egy igenis egy önbizalmat növelő dolog tud lenni. És akkor hiszünk abban is, hogy ezt bárki képes megtanulni, nem szükséges hozzá tehetség, mert hogy az egész egy látásmódra épül, ezt a látásmódot bárki meg tudja tanulni. Az eddigi legidősebb diákunk az 80 éves volt, Cilu, aki tantermi tanfolyamra jött el. Hát oda baloldali képen annyira halványan rajzolt, hogy addig látszik, hogy mi volt az első rajza, de az utolsó napi végeredmény az látszik, és hogyha azt gondoljuk, hogy ennek is sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. És hogy mi is a mi legfőbb célunk, hogy az, hogy tudjunk adni egy olyan eszközt a kezedbe, amivel egyensúlyba tudod magad tartani. Tehát, hogyha akkor, hogyha elkezdesz rajzolni és festeni, ugye ezt már beszéltük, hogy önbizalmat ad, sikerélményt ad, ki tud venni a hétköznapokból, egy stresszcsökkentő módszer is lehet, tehát hogy egyensúlyban tudod magad tartani általa. És nem csak a rajzolás és a festés lehet ilyen, ami egyensúlyban tud tartani, minden olyan tevékenység, amiben ebbe a meditációs állapotba bele tudsz kerülni. Akár ez lehet a táncolás, éneklés, egy új mozgásforma tanulása, sportolás, tehát hogy kinek mi, de hogyha nézed ezt a videót, akkor érdekel a rajzolás és a festés, akkor ez egy olyan tevékenység lehet, ami segít egyensúlyban tartani. És a mai időkben úgy gondoljuk, hogy ez különösen fontos, hiszen nehéz nyugodtnak maradni a körülöttünk zajló események miatt. Nem is nagyon akarok ennek túl sok energiát adni, mindenki tudja, hogy miről beszélek, de a lényeg az, hogy erre, hogy mi történik körülöttünk, nincsen közvetlen ráhatásunk, csak elszenvedői vagyunk ennek a történésnek, és amit mi tudunk tenni, mindenki a saját maga életében, amit tud tenni, az, hogy milyen választ adunk, milyen reakciókat adunk
a körülöttünk zajló eseményekre, és a rajzolás és a festés az egy olyan módszer lehet ebben az időben, ami nyugalomban tud tartani. És akkor Dabóczi Gergő tanítványunk mondta, Gergő már tizen nem tudom hány éve kezdett el tanulni nálunk, és nagyon szépen megfogalmazta azt, hogy mi is a rajzolás. A rajzolás és a festés több, mint egy hobbi. Az alkotás és a vele járó folyamat nem más, mint menedék, egység, művészet, szabadság, önbizalom, elvonulás, flow, meditáció, feltöltődés, elismerés, öröm és sikerélmény. Úgyhogy tanulj velünk, próbáld ki te is a rajzolás és a festésnek ezt a felszabadító hatását, és akkor várunk a tanfolyamainkon. Sziasztok!